Zajlik a betegek átszállítása Magyarországra. Tegnap 5 pácienst fogadott a szegedi, illetve a debreceni kórház. Ma 3 az Arad megyei sürgősségi kórházból szállítottak át Szegedre, közölte az aradi sürgősségi főorvos. További 9 személy más városokból fog Magyarországra kerülni. Az intenzív ellátást igénylő betegek közül 3 a mai nap folyamán szállítanak át a határon az aradi kórházból, ezt egyfajta kvóta alapján számolták ki. Az Arad megyei sürgősségi kórház főorvosa híradónknak elmondta, először 5 aradi páciens átszállításáról tárgyaltak, végül ez 3 csökkent, mivel Bukarestből nagyobb volt rá az igény, ezen pácienseket Otopenyről Temesvárra katonai repülővel szállították át. Rádu Zsipá, az Arad megyei kórház főorvosa hozzátette, hogy a magyarországi orvosoknak 11 páciens közül kellett kiválasztaniuk azt a 3, akiket a rohamentőszolgálat járműveivel utaztatnak Szegedre. A betegek állapotának súlyossága mellett azt is figyelembe kellett venniük, hogy kik azok a páciensek, akik szállítható állapotban vannak. Ez egy hosszadalmas folyamat volt, amelyen menet közben számtalanszor változtattunk, mert a magyar fél tegnap este egy kritériumrendszert fogalmazott meg, amely alapján összeállítottunk egy páciens listát, és ezt többször is módosítottuk. A kész listát továbbítottuk a betegek legfontosabb adataival. Hozzátette, meglepő volt számukra, hogy voltak olyan betegek, akik nem kívántak élni ezzel a lehetőséggel. A 3 aradi beteget délután 5 óra környékén 2 speciálisan felszerelt rohamentő járművel szállították át a 100 km-re lévő Szegedre.